széleskörű tapasztalattal rendelkező gyakorlatvezetőként érkezett a tanévben a Vörösmarty élére. Hol tart jelenleg elképzelései megvalósításában, illetve mik a tapasztalatai? Szeptember óta nagyon sok mindent megváltoztattunk az iskola életében, a gyerekek életében, a pedagógusok szokásrendjében. Alapvetően azonban azt tudom mondani, hogy az iskola egy jól kialakított normarendszerrel rendelkezik. A pedagógusok is és a gyerekek is fegyelmezettek és az elvárásaimnak megfelelően tevékenykednek, így aztán könnyű a munkámat végezni, még akkor is, hogyha hosszú távú terveim is vannak az iskolával, mint például a nem sokára elkezdődő, reményeink szerint elkezdődő felújítás. Erre nagyon készülünk, már augusztusban egy nagyobb rendrakással, takarítással is készültünk erre a megmérettetésre tulajdonképpen, és nagyon várjuk, hogy elkezdődjön, annak ellenére, hogy ez sok nehézséget fog a mindennapi működésben nekünk majd okozni. A gyerekek tanítását ugyanúgy el kell majd látni, ugyanúgy meg kell tartani a rendezvényeinket, de nagyon sok mindennel lehet ezt gazdagítani, így várjuk nagyon már, hogy elkezdhessük. Hogyan készültek a mai ünnepségre? A mai ünnepségre egy kicsit rendhagyóan, mert a tornateremben került sor. Úgy gondoltam, hogy kell a hely, kell a tér a gyerekeknek a mozgásra, és mivel ez az egy olyan tere van az iskolának jelenleg, ami jól kihasználható, úgy terveztünk mindent, és úgy alakítottunk, úgy állítottunk be, hogy itt is megfelelő élményt nyújthasson a gyerekeknek. És kiült hamvából a dicső, görögkor újra kér, felhozza régi hőseit, e szikra fényinél. E szikra a honnapja lesz, s hol fénye hőn ragyog, az élet a honkebelén újulva feldobog, és újra felhúl a föld, amerre a szem néz, és minden, aki rajta él, munkára, tettre kész. S a nemzet Isten képe lesz. Hatalma, üdve és neve az éggel mérkező. Ó, honfi, őrizd a tüzet, s ne félj, ha vész borul, e szikra fényt ad, és hevet, s ég boldogat. Jutalmazásokra is sor került a mai napon. Igen, két kolléganőt emeltem ki a jelenlegi tantestületben munkájuk alapján, egy nyugdíj előtt állott Móricné Gyurica Évát, és egy másik kolléganőmet, aki rajzszakos, földrajzrajzszakos kolléganőként dolgozik az intézményben, Takácsné Bodnár Ilonát, valamint mindenki meglepetésére remélem, karbantartónkat, aki már 6 éve gondoskodik arról, hogy itt semmiféle balesetes helyzet ne alakulhasson ki, és a meleget biztosítja az itt tanulóknak a felszereléseket, a balesetmentes közlekedéstől elkezdve a hótakarításig minden az ő vállán nyugszik, és azt gondoltam, hogy ő amilyen vehemenciával, odaadással és szorgalommal ezt végzi, mindenképpen megérdemli. Mellettük két tanulónkat, két nyolcadikas végzés előtt álló tanulónkat emeltem ki a gyerekek elé példaképül. Hogyan alakulnak a további programok az intézményben az év végéhez közeledve? Lázasan készülünk a karácsonyra, a bejáratnál a betlehemi jászol várja már az ideérkezőket, és hát nagyon-nagyon sok foglalkozás ezen a héten, ahogy mondtam, a beszédemben a kézműves foglalkozásoktól a versenyekig nagyon sok társi intézménynek a tanulóit látjuk vendégül, és már folyamatban is vannak versenyeink. Készülünk tehát a karácsonyra, karácsony után remélhetőleg egy nagyot pihenünk, és le fogjuk zárni az első fél évet, reményeim szerint jó eredménnyel. Most ez a legfontosabb számunkra.